Sok tekintetben jogos is lenne az az igény, hogy a sok éve húzódó úszoda ügyet nyílt ülésen tárgyaljuk meg. Mégis zárt ülésen akarták tárgyalni az épülő úszoda ügyét az Éhen-Szekszárd frakció tagjai. Ezzel viszont nem mindenki értett egyet. Zaják Rita, a polgármesteri tanácsnok például azt mondta, éppen ők kampányoltak korábban átláthatósággal. Szerintem itt nyugodtan lehetett volna nyílt ülésen tárgyalni ezt az egészet, hiszen közpénzről van szó, közpénzmozgásról van szó, egy megállapodás született. Végül mégis zárt ajtók mögött döntöttek a képviselők arról, hogy az úszoda építésének befejezését új vállalkozóra bízzák. Ehhez első körben ki kell még fizetni az eddig elvégzett munka egy részét, az államnak pedig visszautalni a megmaradt támogatási összeget. Ezeket követően kerülhet át a központi költségvetéshez az építkezés. Volt egyeztetés a két frakció közt, ezen részt vett a Horváth István úszodaügyi képviselő is, és megegyeztünk, megállapodtunk Szekszárd érdekébe, a szekszárdi emberek érdekébe, úszodát szeretnénk. A képviselők azt szeretnék elérni, hogy az úszodát ne csak felépítse az állam, hanem később üzemeltesse is. Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere azt mondja, a cél, hogy a helyiek minél előbb használatba vehessék a létesítményt. Bízom benne, hogy rövid időn belül ezek a szerződésmódosítások és ezek az előterjesztések teljesülnek, és akkor rövid időn belül meg lehet ebben a végleges döntés. Zaják Rita szerint érdemes lett volna ezt a döntést akár már sokkal korábban meghozni. Ezt a megállapodást véleményem szerint két hónappal ezelőtt is meg lehetett volna hozni, ugyanígy sokkal kevesebbe került volna, és nyertünk volna 2 évet, az azt jelentette volna, ugye, hogy mostanra már talán állna az úszoda. A mostani döntéssel tehát vélhetően elhárul majd az akadály, hogy a szekszárdi úszoda építése folytatódjon, és a munka rövid időn belül be is fejeződjön.